Üdvözlöm Önöket! Szilveszterkor egy csillagos smink elengedhetetlen. Ebben a témában Pop Lidia sminkes lesz a segítségünkre. Tartsanak velünk! Az alkalmi smink nyilván láthatóan különbözik a természetes sminkektől, a naturális sminkektől. Már az első lépésekben is nyilván vannak különbségek. Ugye sokkal jobban hidratáljuk az arcbőrt, néhány réteggel több alapozót használunk, figyelve arra, hogy minél makulátlanabbá váljon az arcbőr, és teljesen kizárjunk minden bőrhibát. Ugye lehet a fényekkel is bátrabban játszani, sokkal erősebb highlightert lehet használni és kiemelni bizonyos olyan arccsontot, arcformákat, ami számunkra előnyösebb. Régebben ugye ez a smoky eyes, ez a nagyon fekete smoky eyes volt a trendi, újabban most már ezt nem csak feketével készítjük, hanem barnával, szürkével, zöldet, tehát egy csomó színt lehet már használni, és itt már jönnek a csillámporok, a glitterek, a túlsvonal, fölkerül persze a műszempilla, ami segít így a tekintetet sokkal erősebbé varázsolni, és sokkal elegánsabbá is. Vendégeim beleegyezésével szoktunk dönteni a felől, hogy mennyire legyen erős a smink a frizurához képest. Most, hogyha a vendég egy klasszikus frizurát választott, akkor egy klasszikus smink készül hozzá. Ugye ez a úgynevezett retro stílus. És hogyha ő azt szeretné, hogy erősebb legyen a frizura, akkor nyilván úgy készítem a sminket, hogy a frizura sokkal látványosabb legyen, mint a smink. Ha fordítva, akkor nyilván a smink lesz előtérben, és nem a frizura. Sminkes úgy tud elkészíteni a sminket, és annyira tudja hidratálni a bőrt, és annyira tudja azt a bizonyos alapozót lemattítani és lefixálni, hogy teljes mértékben tartós legyen. Na ugye, most különböző trükköket nem kell, itt nem létezik különböző trükk arra, hogy hogyan lehet otthoni módszerrel megoldani azt, hogy sokkal tartósabb legyen a smink. Esetleg egy annyi, hogy az eseményre egy kis púder, egy kis mosdó lemattítás, és nagyjából ennyi. Forduljon el mindenki sminkeshez, vagy akár készítse el otthon, hogy mennyire fontos neki ez az esemény. Hogyha nagyon fontos és nagyon igényes vele szemben, akkor nyilván egy sminkest fog felkeresni, akivel így átbeszélik, hogy mik az elvárások, mik az ötletek, a sminkes így ad szakmai tanácsot neki, és ezek után nyilván megszületik az a bizonyos smink, ami mindenre így megfelel. Ha otthon készítem el, akkor az egy nagyon időigényes folyamat, és benne van a rizikófaktor, hogy nem úgy sikerül, ahogy én szeretném. Ezért inkább választok sminkest, és amikor sminkest választok, akkor előzőleg mindig dokumentálódok, hogy kihez is megyek. Köszönöm, hogy az év utolsó napjain is velünk tartottak. Sikerekben gazdag új évet kívánok, viszontlátásra!